perzselő forróság, több tűzeset is történt a napokban Szombathely térségében. Zanak közelében tarló kapott lángra, míg a Vépi vasútállomáson mozdony gyulladt ki. Karneválbora. Rekordszámú nevezés érkezett az idei versenyre, bár a borok 60%-a fehér volt, végül a 2014-es vörös Siráz válogatás lett a befutó. Alapoznak. Elkezdte a felkészülést a Viktória női labdarúgó csapata. Két hét múlva kezdődő új szezonra a keretben és a kispadon is történtek változások. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Hápezenhófer Brigitta. Jó estét kívánok! Szinte folyamatosan vonultak a tűzoltók az elmúlt két napon. Tarló és learatott gabonatábla gyulladt ki szinte egyszerre csütörtökön, pénteken pedig a Vépi vasútállomáson lángokban állt egy mozdony, személyi sérülés nem történt. Lángok csaptak fel csütörtökön délután az M86-os út két oldalán. Nagyjából egy időben 16 óra körül gyulladt ki Zanat mellett az egyik oldalon a rendre vágott gabona, illetve szalma, a másikon pedig a tarló égett. Utóbbi a feltámadó szél miatt átterjedt arra a kis erdőre is, amely a rét mellett áll, de ezt gyorsan el is oltották a helyszínen lévő egységek. Az egyenként mintegy 3 hektáros területen két óra alatt elfojtották a lángokat a szombathelyi és Várvári hivatásos, illetve a Vépi önkéntes tűzoltók. A munkálatokban 5 kocsi, köztük a műveleti szolgálat és több mint 20 ember vett részt. Az erős füst miatt a gyorsforgalmi úton mindkét irányban rendőri irányítás mellett zajlott a közlekedés. A rossz látási viszonyok miatt 30, illetve 50 km/órával közlekedhettek csak a kocsik. A szombathelyi tűzoltók naponta többször vonulnak szabadtéri tüzekhez. Ezek többsége elkerülhető lenne, ha az emberek óvatosabbak lennének. Az egyik legfontosabb szabály, hogy ha lehetőség van rá, semmiféleképpen ne dobjunk ki égőcsikket, vagy akár égőgyufát, vagy parazsat a mozgó gépjárműből. Hogyha esetleg megállunk, mert esetleg szeretnénk egy kicsit hűsölni, vagy megfáradtunk az utazás során, akkor lehetőleg olyan helyen parkoljunk, ahol nincs a közelben olyan száraz aljnövényzet, amit esetleg a kipufogó gáz még esetlegesen fel tud gyújtani. Pénteken délelőtt is vonultak a tűzoltók. Kigyulladt egy mozdony a Vépi vasútállomáson. A vagonok nélkül közlekedő kocsi motortere és teteje lángokban állt, amikor a szombathelyi hivatásos tűzoltók kiérkeztek. A magas feszültségű vezeték áramtalanítása előtt kizárólag habbal oltottak, de a gyesebb gyorsan intézkedett, így fél órán belül vizet is tudtak használni. A helyszínen tucatnyi lánglovag dolgozott, 3 kocsival érkeztek, és egy óra alatt oltották el a lángoló mozdonyt. A Gyesev ZRT munkatársai 10 óra után észlelték a tüzet. A mozdony oltási munkálatai idejére a kollégák feszültségmentesítették a vasúti felsővezetéket, emiatt állt a vonatforgalom. A vasúti közlekedés a mentés befejezését követően 12:30 után indult meg Vép állomáson. Mivel a baleset következtében a vasúti pálya is megrongálódott, az állomás 2-es vágányán továbbra sem közlekedhetnek a vonatok. A két tűzesetben személyi sérülés nem történt. Idén is megtapasztalhattuk már a nyár viharos, jégverte oldalát, nem csak a naposat. A lakosság jó része azonban hiába próbál meg felkészülni minden eshetőségre. Van olyan eset, hogy a biztosító nem fizet a károsultaknak. Éppen ezért célszerű szakemberek segítségét kérni az egyes biztosító társaságok szolgáltatási csomagjainak kiválasztása előtt. Az utóbbi években nem múlt el úgy nyár, hogy ne történt volna özönvízszerű esőzés. Idén is meglehetősen változékony az időjárás. A meleg kánikulai napokat általában heves vihar zárja. Ezekre érdemes időben felkészülni, hiszen egy kiadós jégeső komoly anyagi terhek elé állíthatja a károsultakat. Általában mindig kötök biztosítást, mert nem szeretném, hogyha valami probléma is akadna, autóra is, lakásra is. Tehát ha valami baj ér, akkor legyen olyan anyagi háttér, amiből meg tudom javítani. A megfelelő biztosításkötésnél érdemes körültekintőnek lenni, mivel a biztosító társaságok, illetve a szolgáltatási csomagok között is nagy eltérések tapasztalhatók. Magyarországon a lakosság 75%-ának van lakásbiztosítása, ugyanakkor a többség nincsen tisztában azzal, hogy az ő biztosításuk pontosan mire is terjed ki, és adott esetben a biztosító mire térítene. Nyilván ebből adódóan később lehetnek félreértések, illetve negatív tapasztalatok, mert az emberek olyan térítenek,
kerítésekre számítanak, amit egyébként maga a biztosítás nem tartalmaz. Az ingatlanokat ért károk javítása mellett bőven akadt munkája tavaly az autószervizeknek is. Ám a jégverésre nem minden biztosítás fizet. A tavalyi évi július 21-i vihar jelentős károkat okozott a gépjárművekben is. Ezeknek a javítása áthúzódott az idei tavasz végéig. Akkor javítottuk az utolsó jégkáros autót, közel 100 autót javítottunk meg. A károk mértéke általában 500 ezer forinttól kezdődött, de volt olyan, ami meghaladta majdnem 3 millió forintot is. Amennyiben kárt észlelünk autónkban, ingatlanunkban, fontos, hogy a kárbejelentést rövid időn belül megtegyük. Ilyenkor egy független kárszakértő felméri a károkat, és a biztosító ez alapján állapítja meg, hogy milyen összeget térít a tulajdonosnak. 54 fehér, 26 vörös, 12 rozé és 6 gyümölcsbor versengett a Szavária Történelmi Karnevál bora 2017 címért. Az idén először határon túlról a szlovéniai Mura vidékről is érkeztek borok a megmérettetésre. A zsűri döntése alapján a Karnevál bora címet egy Shiraz válogatás viselheti. Magyarország szinte minden borvidékéről jöttek, illetve neveztek a versenybe borokat, és azt hiszem, hogy az idei esztendőben először történik, amikor külföldről, a Mozambikről, Lendvárról is jelezték az ottaniak, hogy szeretnének részt venni a megmérettetésen. Így összegezte Puskás Tivadar polgármester a 18. Szavária Történelmi Karnevál borversenyét a kóstolást megelőzően. Az esemény iránt megnyilvánuló egyre növekvő érdeklődést mutatja, hogy idén rekordszámú nevezés érkezett. Nagyon kevés volt az a bor, amit ki kellett zárni, és nem lehetett igazából értékelni. Ez örvendetes színvonal emelkedést jelent. Egyébként ilyen számú bort kóstolni a zsűrinek is egy nagyon rendkívül megerőltető feladat. Először versenyeztek külön kategóriában. A gyümölcsborok is. A fehér borokat értékelő bizottságnak jócskán volt dolga. A borok 60%-a ebbe a kategóriába tartozott. Az is feladatunk ilyenkor, hogy értékeljük a borok mögött a borászati teljesítményt is. Tehát értékeljük azt is, hogy mit tett a borász, mit kockáztatott akár a szőlővel kint a hegyen, hogy egy ilyen minőségű késő születésű bort készítsen. A Karnevál legjobb édes fehér bora a Borbély családi pincészet 2015-ös késői születésű Badacsonyi Zeusza lett, a legjobb száraz fehérbor pedig a Fein Borház 2015-ös narancsbora lett. A Karnevál bora címet viszont vörösbor, a 2014-es Shiraz válogatás viselheti a Fekete Borháztól. Ez lett az újságírók és a karneváli fellépők kedvenc bora is, a nem szakmai alapon bíráló kóstolók között ott volt a szombathelyi televízió munkatársa, Erős D. Zoltán is. A győztes borokat bárki megkóstolhatja majd a Szavária Karneválon a Borok utcájában. Vasárnaptól péntekig közel 20 fiatal vehetett részt a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének hagyományos horgásztáborában. A 8 és 18 év közötti gyerekek neves szakemberektől tanulhattak meg többféle horgászmódszert, de a programban a pecázáson kívül például strandolás és vetélkedők is szerepeltek. A vaskeresztesi horgásztóba a gyerekek segítségével telepítettek 3 nyaras pontyokat, ezeket is kifoghatták a napközis horgásztábor lelkes résztvevői. A nyurga és tőpontyok közé egy ritka fajta is került. Ez egy nemesített pontyfajta. A spanyol pikkelyes. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége 20 éve szervezi meg egyhetes táborát. Ennek helyszíne idén a szövetség központja volt. A gyerekek itt a szövetség előtti kis tavacskán tudnak egész nap horgászni, illetve itt van tőlünk pár száz méterre a Pinka patak, a Pinka holtánk, és hát Ausztriába járunk át strandolni, Burgba, úgyhogy én azt gondolom, hogy a táborozáshoz minden adott van, strandhelyszínünk van, horgásztavunk, ami közelünkben van, és hát van egy kiváló szállásunk. A szervezők, akik maguk is rutinos horgászok, az oktatásról is gondoskodtak. A pecás gyerekek neves szakemberektől sajátíthatták el például a műlegyezést, a könnyű pergetést és a finom szerelékes módszert. A szombathelyi Wagner Erik édesapjával rendszeresen jár horgászni, a táborba a tanulás lehetősége miatt jött.
Sok versenyhorgász is részt vesz ezen a úgymond rendezvényen, és azért elég sokat lehet tőlük tanulni is. A vasvári Kovács Viktor már most komoly eredményekkel büszkélkedhet a helyi horgászversenyeken, így amellett, hogy tanul a tapasztaltabbaktól, a fiatalabb táborozókat tanítja is. Versenyző vagyok igazából, meg vasvizeken versenyen részt veszek mindig, igazából versenyszerű horgászat akarom úgy folytatni. A táborozók a Vashegy és a Pinka völgyének kulturális és gasztronómiai értékeit is megismerhették. 23 székelyföldi általános iskolást és kísérő tanáraikat látja vendégül a Szombathelyi Erdészeti ZRT ezen a héten. A diákoknak most már hagyományosan számtalan színes programot is szerveznek, megnézhetik a megye kulturális, építészeti és természeti értékeit, de voltak már a Balatonon és a Tömördi Madárvártán is. Vörösbegy az első tollába beöltözködik, akkor ilyen barna és pöttyös. De most már látjuk, hogy öltözködik át, lassan tényleg vörös lesz a begye. Tehát ő a vörösbegy, a rigófélék közé tartozó énekesmadár, erdőben gyakori, felétek Csíkszeredába is, ugyanúgy előfordul, mint itt Tömördön. A Csíkszeredából érkezett gyerekek az elmúlt években az egyik legizgalmasabb programnak tartották a madárgyűrűzést, ezért ez idén sem maradt ki a kínálatból. Negyedik éve látja vendégül a Szombathelyi Erdészeti ZRT a Hargita megyei általános iskola diákjait. Mindig új programokkal várják a gyerekeket, de van, amit közkívánatra nem lehet kihagyni. Úgy szerveztük az idei évi programot, hogy megkérdeztem Tündi Tancit, hogy a gyerekek így hívják, hogy az elmúlt 3 évben melyik program tetszett nekik, amit szívesen megcsinálnak újra. Akkor elküldött egy listát, és az alapján állítottuk össze a programot, és persze a madárgyűrűzés benne volt a programban, úgyhogy ezért vagyunk most éppen itt Tömördön. Az erdélyi gyerekek közül többen már nem először jöhettek el Vas megyébe. Én még tavaly előtt is voltam. És nagyon jók a programok, voltunk sok helyen, és sok dolgot tanultam, és megismertem jobban az erdőt. Nem jelentkeztem, hanem ez egy jutalomtábor volt, és már nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen, mert mindenki mesélt róla, hogy milyen jó élményeket szerzett itt, ezért szerettem volna jönni. Városnézés, strandolás, múzeumlátogatás is szerepel az egyhetes tábor gazdag program kínálatában. Nagyon tetszett a gyerekeknek az előző években is, és nagyon sokan szerettek volna jönni, úgyhogy muszáj volt valamilyen kitétet kitalálni, hogy mi alapján jöhetnek el. Hát igyekeztünk ugye azt figyelembe venni, hogy a tanulmányi eredményeik, meg a magaviseletük alapján, hogy ki az, aki igazán megérdemli, hogy eljöhessen. A Szombathelyi Erdészeti ZRT és a Hargita megyei erdészet között több évtizedes kapcsolat van, a csíkszeredai magyar oktatást pedig már szintén hagyományosan tankönyvekkel és iskolaszerekkel segíti a társaság. Gőzerővel készül az augusztus 18-ai bajnoki rajtra a Victoria FC NB1-es női labdarúgó csapata. A szombathelyiek új vezetőedzővel, Simon Attillával vágnak majd neki az új szezonnak. Az elköszönő Csordás Csaba helyett Simon Attila irányításával kezdte meg a felkészülést a 2017-2018-as szezonra a Victoria FC női futballcsapata. Több mint 30 éves edzői pályafutása során első alkalommal dolgozik női csapatnál a tapasztalt tréner, akinek igen kedvezőek az első benyomásai új állomásaival kapcsolatban. Féltettek sokan a barátaim, vagy az ellenségeim, ellenfeleim is féltettek ettől a megmérettetéstől, de az első benyomásom július 10-én kezdtük a felkészülést, hogy erre a nehéz szakmára, a labdarúgásra is vevők a lányok, és úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtünk az egy hónap alatt. A Victoria FC játékos keretében eddig nem voltak jelentősebb változások az átigazolási szezonban. A válogatott Magyarics Zoe Ausztriába távozott, a helyére pedig két támadó is érkezett. A 19 éves Gruber Brigitta Kókáról, míg a 20 esztendős öreg Cynthia Győrből érkezett a szombathelyekhez. Fiatalkoruk ellenére már mindketten több mint 30 NB1-es mérkőzésen léptek pályára. Mindenképpen előrelépés. Hát ellenfélként nem nagyon szerettem őket, mert mindig küzdködtünk velük, és fontosabb meccseket elvesztettük ellenük. Ezért is gondoltam, hogy megpróbálom itt. A Szombathelyi Gárda augusztus 18-án az Újpest elleni hazai mérkőzéssel kezdi meg szereplését az új idényben. Addig azonban még több edzőmérkőzés is vár rájuk. Az ellenfelek zöme korosztályos fiúcsapat lesz majd.
A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk, én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!